A Magyar Tudományos Akadémia jelölése alapján a november lett a Tudomány hónapja idén, ennek csúcspontja a Tudomány napja. Ezen a napon minden hazai felsőoktatási intézmény bemutatja az előző évi tudományos kutatásait, valamint annak eredményeit. A kezdeményezés 14 évvel ezelőtt indult, a Nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola pedig a kezdetektől része a programsorozatnak. Ezt korábban három intézménnyel közösen szervezték. Ezt követően mindenki a saját intézményében ülte meg ezt az ünnepet. Most pedig 2017. szeptemberétől indult el ugye a hittudományi főiskola, hogy létrejött a pedagógus-pszichológiai központ, és ennek a központnak a szervezésébe gondoltuk, hogy visszahozzuk ezt a régi hagyományt, hogy újból felélesztjük, és első alkalommal innen számolva a központ szervezésében a Tudomány napját megüljük. A Magyar Tudományos Akadémia vezető testülete határozza meg az adott év témáját az oktatáspolitika alapján. Ezt befolyásolja az aktuális társadalmi, gazdasági és politikai helyzet egyaránt. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre inkább az egyén kiemelése a lényeg. Ebben az évben a motto az emberközpontú tudomány volt, és az emberközpontú tudomány pedagógia-pszichológia kapcsolatát nem kell nagyon magyarázni, hiszen az emberi nevelés, a harmonikus személyiség kialakítása az mind a pedagógiának, mind a pszichológiának, és tulajdonképpen a teológiának egyaránt feladata és egyaránt üzenete a közvélemény felé. A pedagógiának az egyik legfontosabb feladata a nevelés tudomány elméleteinek gyakorlati megvalósítása. Erre hazai kutatások is rendelkezésre állnak, de sokszor hasznos lehet a nyugaton már kipróbált és alkalmazott módszerek felhasználása is. Be kéne illeszteni ezeket a kétségtelenül nem itt, hanem Amerikában vagy nyugaton születő terminus technikusokat, illetve kutatási irányokat. És hát én próbáltam is itt olyan példát mondani, ahol összeegyeztették a nézeteiket, például ez az életmód kutatásba ágyazott pedagógia történet. Ez is olyasmi, amit nyugaton kitaláltak, és partneri alapon közösen kutatják. Ezek segítségével lehetne életminőséget javítani, emberibb életet létrehozni és egy tudatosabb életképét felvázolni a társadalomban, hangzott el a rendezvényen.